Szekszárdi első Béla gimnázium egy olyan gimnázium, ahova a diákok szeretnek járni. Ez a legfőbb sajátosságunk. Egy közösségi szellemiség uralkodik nálunk, a tanárok rendkívül támogató szemléletűek, miközben módszereikben, felkészültségükben nagyon magas szintű tudást tudnak közvetíteni a diákoknak. Ugyanakkor a gyerekek egyéniségét elfogadják, azt mondják, hogy a tehetséget pedig felkarolják az első Béla gimnáziumban, és emellett, a tanórák rendje mellett az első Bélában mindig történik valami. Egy mozgalmas, városias szellemiségű, egy erős diák közélettel, ahol valóban a heti rend az mindig sok-sok eseménnyel tűzdelt, és a diákok számos lehetőséget találnak arra, hogy a tanórákon kívül is gazdagíthassák a tudásukat, vagy elmélyíthessék egy-egy területen az érdeklődésüknek megfelelő témákban a tudásukat. Aki idejön, az mindenféleképpen számoljon azzal, hogy magas a színvonal, nagyon nagy a felhozatal, és a tanárok is mindent megtesznek azért, hogy átadják a tudásukat. Ebben kiemelkedő tényleg az intézmény, és a tudás, amivel kikerülünk innen évente is, akár fél évente, az tényleg hatalmas. És nagyon sok mindent vissza tudunk adni abból, amit a tanárai nyújtanak nekünk. Én hála Isten nagyon jó nyelvtanárokat kaptam, persze az összes nagyon jó nyelvtanár. Az orosz-angol nyelvekkel én tudok haladni, és hatalmas a felhozatal, amit nyújtanak. Az első Bélában azért jó, mert a diákok nagyon magas szintű angol nyelvtudásra tesznek például szert, úgy mellesleg. Persze ez azért van, mert heti 4 órában kötelező mindenkinek az első idegen nyelvet tanulni, ez egy emelt, már eleve egy emelt óraszám, és a tagozatos képzések még erre helyezik rá a további heti óraszámokat. Tehát mindenki emelt óraszámban tanulhatja az első idegen nyelvet, ez a legnépszerűbb most az angol. Második idegen nyelvet is kell minden gimnazistának tanulni, ez az első időben alacsonyabb óraszám, majd szépen a 12. évfolyamra ez az óraszám is fölnövekszik. Így a diákjaink nagyon nagy számban tesznek előrehozott érettségi vizsgát angol nyelvből, vagy emelt szintű angol nyelvi érettségit, vagy német nyelvit. Most az angol persze nagyon népszerű, de a német is ugyanúgy természetesen hozza a maga eredményeit, és azután a rendes érettségi vizsga időszakban már általában egy középfokú nyelvvizsgának megfelelő érettségi eredménnyel, vagy magával a középfokú, minimum középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. Több mint 130-140 diákunk évente. Az első Béla gimnázium középiskolai osztályokat fog indítani, azaz 14 éves kortól, 9. évfolyamtól hirdetjük meg a képzéseinket. 4 osztályt tervezünk indítani, összesen 8 tagozattal, ami azt fejezi ki, hogy akkor egy-egy tagozat körülbelül fél osztály, és minden diák, aki most 8-os, meg fogja találni az érdeklődésének megfelelő tagozatot, hogyha a felvételi tájékoztatónkat böngészi. Alapvetően a tagozatok nevei sugallják azt, hogy milyen tantárgyakból van emelt szintű vagy emelt óraszámú képzés. A reál területen matematika, digitális kultúra, geo, digitális kultúra, angol, digitális kultúra, vagy régebbi nevén informatika, és a humán területen pedig a humán idegen nyelvtagozat, a sport idegen nyelvtagozat, amit a sportolók figyelmébe ajánlunk belegen, sportismereti tárgyakkal, és az idegen nyelvi angol-német tagozat. Azért szeretek az első Béla gimnáziumba járni, mert itt megtalálhattam azt a közösséget, ahol igazán önmagam lehetek, és a közeli baráti körömben sem érzem egyedül magamat, és minden kérdést meg tudunk vitatni egymással, és ez az iskola ad otthont ennek a közösségnek. Emellett még a tanáraim rengeteg versenyre készítettek fel engem, és az osztálytársaimat, iskolatársaimat, amiért nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy az első Béla gimnáziumba járhatok. Én
Én azt gondolom, hogy egy 14 éves diák még nem ismeri az összes lehetőséget, amivel majd egy gimnáziumi képzését megismerteti, és a pályaválasztásnak igazán az, hogy milyen irányokban tanuljunk tovább, ennek majd a nagykorúság környékén van itt igazán a helye. Addigra kap olyan indítatást egy gimnáziumban, hogy ténylegesen el tudja dönteni, hogy a pályáját milyen irányba fogja majd tovább folytatni. Mi szülők természetesen arra törekszünk, hogy a gyerekeinket mindig magasabbra és magasabbra emeljük. Hát fontos, hogy befektessük ezt az időt a gyerekek életébe, mert ez a gimnáziumi képzés biztosítja azt számukra, hogy később egy sikeres és kiegyensúlyozott életet fognak élni, várhatóan diplomás képzéssel. Én elsőnek arra számítottam, hogy egy olyan közösségbe érkezik ide, ahol nem fognak elfogadni, és nem tudok majd bizonyítani önmagamnak és másoknak is. Féltem az idősebb diáktársaimtól, féltem a tanároktól, és maga az egész élettől. Kisgyerekként jöttem ide, és nem tudtam semmit a világról. De amikor ide érkeztem, teljesen más, hogy láttam már a világot, teljesen pozitív hatások értek itt. Az a pozitív tapasztalatom van az iskoláról, hogy nagyon pozitívak, segítőkészek, és úgy vagyunk itt, mint egy család. Gimnáziumunk elsősorban a felsőoktatási tanulmányokra készít fel. Most tudjuk, hogy a felsőoktatásban változások következnek, hiszen csökkent a felsőoktatásban jelentkezők száma, de az első Bélában a diákok 70%-a tanult tovább az utóbbi két évben felsőoktatási intézményben. Most reméljük, hogy ez a szám ismét felnövekszik majd a 85-90%-os arányra. De aki nem a felsőoktatásban képzeli el a pályáját, az a felsőoktatási szakképzésben, vagy a technikumokban tud érettségire épülő szakképzésben megfelelő szaktudást, szakmát, versenyképes tudást szerezni magának. Én azt gondolom, hogy a gimnázium mindenképpen arra jó, hogy egy olyan általános műveltséget, egy olyan széles látóteret ad, amivel aztán az ember az életét sikeresen és elégedetten tudja majd menedzselni. Én azt gondolom, hogy az, hogy az első Béla gimnázium népszerű, az, hogy nagyon sokan messziről is az első Béla gimnáziumot választják, ez bizonyíték arra, hogy itt egy értékes, jó és eredményes pedagógiai munka folyik.